Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Csepregi Nándor, a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter helyettese, államtitkár. Szép jó reggelt kívánok! És itt ül jobbomon, aki elfelejtettem ma reggel bemutatni magát, Herskó Cseszter, a 168 óra vezető munkatársa. Azt viszont elmondta Eszter, hogy a luakba hogy állunk, azt nem mondta el, hogy péntek van, és ha péntek van, akkor ma 4 óra 5 perckor fog bejönni a sabat, és meggyújtjuk a sabati gyertyákat, de erről ma még a nap folyamán többször fogunk beszélni. És akkor kezdjük már is miniszterhelyettes úrral. Mai Népszava arról ír, hogy 500 milliárd az alagútba, de nem ezt akartam én kérdezni, ez az megvan, hogy miről akartam beszélni. Kitiltották Franciaországból a kereszténység szimbólumát, a keresztet, és mi azonnal föl is ajánlottuk, hogy nekünk elküldhetik. Mi a vélemény erről? Hát az, hogyha Európa megszűnik a zsidó-keresztény kultúrkörre alapozott közösség maradni, mint ami volt az elmúlt 2000 évben, akkor megszűnik létezni. És az összes ilyen szimbólum tekintetében van egy kötelessége. Szerintem Európa minden országának ma erről megosztanak a vélemények. Különböző kereskedelmi tárgyakról is látjuk számtalan alkalom, hogy a politikai korrektségnek nevezett ideológiai egyében ezt eltüntetik, a kereszténység különböző szimbólumait. Magyarországon mi ezt fontosnak tartjuk. Én nekem az jutott eszem, amikor ezt láttam, hogy holnap meg a zsinagógákra leszedik a Mágen Dávidot, meg nem lehet majd a fejemen kipa, szóval hol van ennek a határa? Szerintem itt nagyon fontos, hogy a szabadság-szabadosság különbségére itt azért felhívjuk a figyelmet, tehát Európa az többek között azért vált olyanná, amilyen, mert most már hosszú idő óta azt gondolom nincs olyan önmagát komolyan vevő európai nemzet, ami bármelyik más vallásnak a szimbólumait üldözni, nemhogy a sajátját. Tehát itt pont a vallási sokszínűség és a vallási elfogadás, vallási tolerancia, ami egy fontos érték. Muzulmán országokban ez mondjuk úgy, hogy kevésbé érvényesül. Hát vagy szinte egyáltalán. Napjainkban pontosan látjuk, hogy van új antiszemitizmus, van keresztényüldözés, és szinte minden a Közel-Keleten. Ugorjunk akkor hazai vizekre, és nézzük meg, hogy ön gazdasággal is foglalkozik, nyugdíjprémium, újabb béremelés az egészségügyben, és folytathatnám tovább. Ez egy nagyon aktuális, vagy ezzel készül a kormány a választásokra? Nem, ez egy folyamatos, mondjuk úgy, intézkedés. Az volt az alapállításunk, hogy a közszférában ott, tehát most választjuk a nyugdíjas, illetve a közszféra alkalmazottaknak a bérrendezését. Ott kezdjük meg ezt a bérrendezést, ahol évtizedek óta nem volt ilyen. Az egészségügyi, az oktatási szféra és a területi közigazgatás, ahol direkt kapcsolat van az állampolgár és az állam között, ott ezt indítsuk meg. De az is egy alapvetése volt a kormánynak, hogy mi bért csak a gazdasági teljesítményből megtakarított vagy felépített eredményekből, tehát hitelből nem finanszírozunk. És az országnak a gazdasági mozgástere az ehhez ma adott. Ma a különböző elemzők nem arról... Egyébként lehet a kiadási oldalon, a költségvetésben azért olyan módosításokat végrehajtani, hogy erre legyen pénz, mert hogy ez valóban egyébként egy fontos... Igen, ami a lényeg, hogy ezeket az intézkedéseket meg kell lépni, de sosem szabad hitelből meglépni. Az, hogy megtakarításból származik, vagy átalakításból származik, vagy gazdasági termelékenységből, plusz adóbevételeből származik ennek az oldala, vagy a bevétele, az ebből a szempontból indiferens, ez volt az alapállítás, hogy hitelből nem lehet. És hogyha ezt meg tudjuk oldani, akkor ezt kezdjük el ott, ahol a legszorítóbb a helyzet, és ilyen a területi közigazgatásnak, vagy más állami szolgáltatásoknak, egészségügyi oktatás, az állampolgárokkal találkozó ügyintézői szintje. Itt utóbbiak esetében egy közel 50%-os béremelést tudtunk végrehajtani 2010 óta, és ezt kell folytatni. És azt mondjuk, hogy nem elég a nyugdíjak esetében, hogy átmenjek a másik témára, az inflációt követő nyugdíjemelés. Lényegében az elmúlt években nem volt infláció Magyarországon, hanem igenis ennek a gazdasági termelékenységnek a előnyeit a nyugdíjasoknál is kell élvezni. Ezért indítottuk el tavaly, amikor volt első alkalommal az Erzsébet utalvány, amit élelmiszerre és különböző a hétköznapi élethez szükséges eszközökre tudtak fordítani. Hát igen, de ez nem egy állandó juttatás volt. Tehát alapvetően ugye arról beszélnek szakértők, hogy a nyugdíjrendszert alapvetően kéne megreformálni. Ugye most
lehet emelni, meg kell is emelni nyilvánvalóan, hiszen itt messze a létminimum alatt élnek nyugdíjasok, csak hogy ez mennyire fenntartható, hogyha időnként emelünk, vagy az egészet alapvetően... Én egyetértek önnel, tehát az egész struktúrához kell hozzányúlni, de most erre van lehetőség, és jobb ezt odaadni, mint sem megtartani az államkasszába, tehát jobb, hogyha ezt nyugdíjasok megkapják, hogy megkapták tavaly is, és de valóban egyetértek önnel azzal, hogy az egész nyugdíjrendszer, ahogy van más számtalan szakpolitika is, ahol még azért vannak elvégzendő feladatok, többek között erre is kérünk mandátumot 2014-ben. Tehát és akkor tulajdonképpen ez egy hangulatjavító, ez meg kell szokni. Ez amikor kettős műsorvezetés van ilyen. Tehát tulajdonképpen ez hangulatjavító is, de ez a reform előtt van. Én azt gondolom, hogy minden intézkedés, ahol a kormány a gazdasági teljesítményből vissza tud adni, akár úgy, hogy konkrét pénzbeli juttatást ad különböző társadalmi csoportoknak, akár úgy, hogy költséget csökkent mondjuk a bürokrácia csökkentésben, különböző eljárási díjaknak a csökkentése vagy az elhagyása, ez mind-mind olyan intézkedés, amit nevezhetünk hangulatjavítónak, de pont azért tudjuk meglépni, mert az országnak a teljesítménye ma ezt lehetővé teszi. Tehát akkor lenne politikai értelemben igaz az ön által említett kategória, hogyha ezt hitelekből finanszíroznak. Ma az ország ezt meg tudja termelni. És ez egy nagy különbség a korábbi időszakhoz képest. Ez egy pozitív hír, akkor nézzük, hogy mi van az EU forrásokkal. Eszter, mi marad benned itt? Az egészségügy, hogy ez pontosan ugyanez, hogy ezt mondják, hogy ugye, hogy ez egy lukazsák, tehát mindenképpen szükség van béremelésre, ezt szögezzük le, tehát hogy most már minden szakértő azt mondja, hogy még a reformok előtt tényleg olyan a helyzet, hogy kell. Csak hogyha ugye nem kezdődnek el a reformok, akkor ez tényleg, amit egy lyukazsák, hogy utána kiesik alatta. Ennyi, hogy ugye meg kell nézni a János kórházat, meg kell nézni a műhiba helyzetet. Nyilván itt minden összefügg mindennel. Igen. Az egészségügynek két oldala van, illetve inkább három. Az egyik az, hogy milyen az infrastruktúra, amiben dolgoznak az orvosok, nővérek. Itt azt lehet mondani, hogy az elmúlt 7-8 évben a vidéki egészségügyi állomány az nagyon sokat javult ezeknek a fejlesztéseknek köszönhetően. Valóban Budapesten van egy hiátus a vidéki fejlesztésekhez képest. Ennek az oka, hogy a fejlesztési források felhasználásának a szabályrendszere a közép-magyarországi régióban más finanszíroz. Ezért döntött arról a kormány, hogy építünk egy szuper kórházat, aminek megkezdődött már a tervezése és várhatóan a következő években a kivitelezése. Ami ezt de arra van egyébként koncepció? Csak most sokan aggódnak emiatt, hogy... Mármire vonatkozó? Hát, hogy nem biztos, hogy lesz elég orvos hozzá, nem biztos, ezt hogy... Ezt a jövő zenéje lépjünk de van, tovább. Természetesen igen, ezt a kormányülés is megtárgyalta, és felmérte azokat a kockázati tényezőket, amelyeket meg kell oldani. Az a miniszterelnöki biztos, aki erre ki lett nevezve, a Szent Imre Kórház főigazgatója, annak ez a feladat, hogy ezt lényegében produkálja. És akkor már is tovább lépünk. Hol tart a kormány az EU források kifizetésével, illetve azoknak a lehívásával? Három számot érdemes mindig összevetni, hogy a rendelkezésünkre álló keretből mennyit hirdettünk meg, tehát mennyit tettünk elérhetővé különböző pályázatok formájába. Itt befejeztük a munkát tavasszal, tehát az a szám nem változik, mert a teljes keret kiírásra került. Tehát ma már nincs olyan EU-s pályázat, amit 2022-ig hívhat le az ország, amit már ne látna megnyitott pályázatként a Széchenyi 2020-as honlapon. A kifizetések, illetve a lekötések tekintetében, tehát már mennyi pénzt ítéltünk oda ebből a beérkezett pályázatokra, az nagyjából ilyen 70% körül áll, ezt a munkát jövő év tavaszáig kell teljes egészében befejezni, és a kifizetési volumen az ilyen 3000 milliárd forint körül pörög. Jelenleg ez azt jelenti, hogy a gazdasági növekedésnek egy részét, ma már nem kizárólagosan ez adja a növekedést, de egy jelentős részét ez biztosítja. Arról volt szó a kezdetben, amikor a miniszteres, sőt ön is egy interjú folyamán ezt megerősítette, hogy az EU források 60%-át gazdaságfejlesztésre fogják költeni. Ez így történt, vagy így történt? 58% a jelenlegi tehát szint. Még ez azt jelenti, 2%. Igen, ez azt jelenti, hogy ha 100 egységnek tekintjük a teljes forrás mennyiséget, akkor mennyi pénzt használ fel az állam, és mennyi pénzt adod a vállalkozásoknak a saját fejlesztésére. És ebben volt egy nagyon komoly különbség az állam javára, mert a 7-13-as időszakban az állam költötte el a pénzetnek a 84%-át, tehát fejlesztett belőle kórházat adott esetben, utat épített, iskolát, stb. És csak 16% jutott a vállalkozásokhoz, és ezt fordítottuk meg a 60-40%-ra, tehát 60% az az államtól kiutalásra kerül a vállalkozásokhoz, és 40%-ba kell beleférjenek azok a fejlesztések, amiket az állam finanszíroz. Hazánkban a legnagyobb munka... Még mindig alacsony nagyon. Fejezd be. Azt gondolom, hogy
Igen, de kétségtelenül a tendenciát is érdemes figyelembe venni, tehát alacsonyabb annál, mint amit mi is várunk, és sokkal magasabb annál, mint ahol elindultunk. Azért az látszik a növekedésből, hogy például 2016 második felében, amikor kifutott az előző időszak, majd a fejlesztési időszak, nem jött még be az új, akkor is volt a magyar gazdaságnak egy 2,5-3% közötti növekedése. Tehát már van növekedés az uniós források nélkül is. Az egy másik kérdés, hogy ilyen gazdasági prosperitáshoz ma még kellenek az uniós források. A mi víziónk, a mi elképzelésünk az az, hogy 22-ig olyan fejlesztések fejeződnek be, amelyek függetlenné teszik a magyar gazdasági növekedést legalább 3-3,5%-on az uniós bejövő transzferektől. Tehát, hogy akkor is lesz növekedés a belső termelékenységre és erre szóval a belső kapacitásra. Szóval úgy tervezzük, hogy nem is lesz szükség uniós forrásokra? De szükség az mindenképpen lesz. Úgy tervezzük, hogy adott esetben, hogyha úgy alakul a kohéziós politika jövőjének a tárgyalása, hogy a kohéziós tagállamok köztük Magyarország adott esetben rosszabb külső körülményekre számíthat, akkor a belső tartalékok már elegendőek ahhoz, hogy stabil növekedést tudjon garantálni. Ha ehhez hozzájönnek az uniós források, akkor az pedig hasonlóan impozáns lehet, mint az előző években. Az év elején azt ígérte az ön minisztere, kezdjük újra. Tehát Magyarországon ma a legnagyobb munkáltató maga a kormány. Hát ez így nem igaz. Az állam. Ez úgy, igen, így már. Az állam. Már talán, igen. Na most, arról volt szó, hogy 78 háttérintézmény megszűnik, átszervezések, és hogy közel 200 ezer tisztviselőtől elválnak. Hol tartanak ezzel? A bürokrácia csökkentésnek több eleme van. Van egy intézményrendszeri átalakítás, egy jogszabályi átalakítás, egy létszámcsökkentés. Az intézményi átalakítás háttérintézményekből 2010-ben közel 100-ról beszéltünk, most 51 ilyen kormányzati háttérintézmény van, tehát a munka fele mondjuk úgy, hogy el van végezve. Miniszter azt ígérte, hogy az év végéig mindegyik megszűnik. Hát ott, ahol tudott ilyen döntést hozni a kormány, ott ezt meg is tette számtalan intézmény esetében. Ma már azt a rendszert megfordítottuk és világossá tettük, hogy nem a háttérintézményeknek van minisztériuma, hanem a minisztériumnak háttérintézménye. Ami azért fontos, mert ez volt a közigazgatási mágiának az egyik nagy hazugsága 1990 óta, hogy azt mondjuk, hogy csökkentjük az államigazgatást, de ez nem jelentett más, mint a minisztérium létszámok karcsúsítását és háttérintézményekbe szervezését ugyanennek a közegnek. A másik kérdés a jogszabály egyszerűsítés. A miniszterelnökség 270 jogszabályhoz nyúlt hozzá, ami vagy csökkentette, vagy nullázta a különböző közigazgatási eljárások terheit. Gondolok itt a felsőoktatási jelentkezéseknek az ingyenessé tételéje, különböző személyi okmányok cseréje, földhivatali nyilvántartásokhoz való hozzáférés, cikkbírósági adatokhoz való hozzáférés bizonyos részei. Ezt a munkát kell folytatni. És a harmadik kérdés a létszám, ahol itt egy hamis statisztikával találkozunk, abban a tekintetben, hogy azt mondják, hogy bürokrácia csökkent, és mégis nő a létszám. De azt senki nem veszi figyelembe, hogy korábban a önkormányzatok által fenntartott, ma már állami intézmények, gondolok egészségügyi intézményekre, iskolákra, ezeknek a létszáma korábban nem volt benne a központi államigazgatásnak a létszámában, most pedig benne van. Ezek tudnak ugyanolyan hatékonysággal működni? Mert például az egészségügyi intézményeknél sok orvos aggódott annó, hogy azért például a járványügyi feladatokat nem ugyanúgy tudja ellátni egy állami felügyeleti szerv, mint... Tehát mennyire tudnak ezek hatékonyan? Én azt gondolom, hogy ha komolyan veszük, és én komolyan veszem azt a kérdést, amit ön feltett az előzőben az egészségügy kapcsán, akkor egy nagy rendszer szintű átszervezés nem képzelhető el úgy, hogy egyfajta intézményi struktúrának 3200 fenntartója van. Tehát ahhoz kell egy egységes fenntartás. Itt a kezdeti gyerekbetegségeken szerintem túl vagyunk. Most el lehet kezdeni foglalkozni azokkal a tartalmi kérdésekkel, ami erre vonatkozik, de nem láttam. Milyen ellenállásokba ütköztek a minisztériumoktól, vagy a háttérintézmények? Milyen lobby tevékenységet folytattak? Mindig van, én erre mondtam azt, hogy minden író azt a képes legitimálni saját magát és elmondani a szükségszerűségét. Itt azt kellett végignézni, hogy nekünk egy nagyon világos állami rendszerre van szükségünk ahhoz, hogy működjön a magyar állam valóban, és támogassa a versenyképességet ahelyett, hogy akadályozza azt. De hogyha ennyire centralizálva van minden, azt támogatja a versenyképességet? Az a fontos, hogy ezek a centrális rendszerek hogyan vannak. Tehát ezek fenntartói oldalon vannak centralizálva, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy egészségügyi ellátórendszernek nem 3200 fenntartója van, hanem egy, de az egészségügyi ellátó központnak úgy kell működnie, hogy az valóban az ország különböző közigazgatási egységeiben dekoncentrációnak keresztül, de egy fenntartóhoz kapcsolódóan működik. Szerintem ez rendben van, és a bürokrácia csökkentésnek ez egy igen komoly eszköze. 2010
14-ig lényegében érdemben nem sikerült hozzányúlni az államigazgatás szerkezeti felépítéséhez. Ez az elmúlt három évnek egy nagyon-nagyon komoly eredmény. Mondja nekem valamit akkor. Bocsánat, elnézést, annyit még hozzátennék. 2015-ben 10 millió, 2016-ban pedig 12 millió ügyet intéztek a kormányablakokba, 270 kormányablak, és 80%-a ezeknek az ügyeknek 8 napon belül megoldódott. Korábban ez a szám kevesebb, mint 20% volt. Éppen ezért szeretném, ha beszélnénk pár mondatot a kormányablakokról, hisz tulajdonképpen az egész átszervezésnek a legjobban sikerült része az a kormányablakok működtetése. Így van ez a fővároson vagy a nagyobb városokon kívül is? Igen, az volt a lényeg, hogy van 19 megyénk, a 19 megyében van 197 járásunk, illetve járás, illetve fővárosban kerületi hivatalunk, és abban van 272 kormányablak. Tehát ma már szinte minimális azoknak az ügyeknek a száma, amit egy állampolgár nem tud itt elintézni, és ez is a következő évben be fog ide kerülni. Ami azt jelenti, hogy az a régóta hangoztatott terv, hogy az állammal egy csatornán keresztül lehet kommunikálni, majd az egy csatorna a saját háttérapparátusában megoldja a feladatokat, ez működik. Szerintem a nagy áttörés, ami 18-19 fordulóján fog bekövetkezni, amikor az állam részben átáll a digitális működésre, mert 2018 júniusáig befejezzük azt a munkát, ami az Európai Unióban. Is kell. Igen, ami az Európai Unióban elsőként, a Unió 28 tagállamában elsőként minden háztartáshoz elviszi a szélessávú internet lefedettséget. Tehát ott van az a kérdés, hogy akkor az államnak újra kell gondolnia, hogy milyen szolgáltatást nyújt személyes ügyintézés alapján, és mi az a szolgáltatási típus, amit tud online nyújtani az embereknek. Akkor nézzünk viszont egy nagyon érdekes visszásságot. Munkanélküliség van, ugyanakkor munkaerőhiány is van országszerte. Főleg szakterületen például az építőiparban vendégmunkásokat akarnak behozni külföldre. Igen, ez egy európai probléma, de azért azt ne felejtsük el, hogy 2000... De ezért Magyarországon szerintem élesebben jelen van. Tehát a 16 éves korhatára szakképzési problémák azért itt elég sok szakszervezet. Nyár folyamán nem voltak például a Balatonpartján szakácsok és pincérek. Tehát semmiképpen sem a problémát szeretném anulálni. Csak azt szeretném mondani, hogy ha most visszaugrunk a 2010-es énünkbe, és feltesszük azt a kérdést, hogy 7 év kormányzás után nem az lesz a kérdésünk, hogy hogyan teremtünk munkahelyeket, hanem az, hogy a betöltetlen álláshelyeket hogyan töltjük fel. Ezt a vitát szerintem mindannyian eredménynek tekintettük volna az akkori állapothoz képest. Ezt csak rögzíteni szeretném. A másik kérdés, hogy valóban van egy nagyon jelentős átalakulás, és van az Európai Uniós egyik eredménynek, a szabad munkaerő áramlásnak következtében egy elszívó hatás nyugatról kelet irányába. Ezt a kormány többféleképpen kell, hogy kezelje, többek között a szakképzés átalakítása, a duális képzés ebbe az irányba ment. A másik kérdés pedig az, hogy meg kell nézni az alapvető motivációját annak, hogy azok, akik fiatalként elhagyják Magyarországot, ezt miért teszik. És a 10 megkérdezettből 8 azt mondja, hogy azt az alapexisztenciát szeretné megteremteni, amivel 4-5 év után hazatérve Magyarországra, el tud gondolkodni az otthonteremtésen. Erre azt mondtuk, hogy vissza is jönnek egyébként? Már az idei statisztikák sokkal pozitívabbak, de várjuk meg még egy számból azért nem lehet levonni szerintem érdemi következtetéseket, de az, hogy mondjuk a magyar állam egy családalapításhoz 10 millió forint visszanemtérítendő támogatással járul hozzá csokon keresztül, ez egy olyan versenyképességi előny lehet a magyar fiatalok számára, ami valóban gondolkodóba ejtheti őket arra, hogy érdemes elmenni pénzt gyűjteni nyugatra, mert valóban többet lehet keresni egy londoni McDonald's-ban, mint mondjuk szobafestőként Magyarországon, de más minőségű az életnek a költségszintje is ott mondjuk, mint Magyarországon. Tehát nem bérviszonyokban kell elsődlegesen versenyezni, hanem sokkal inkább abban, hogy az egységnyi bérből milyen életszínvonalat lehet megváltani. Az időnk nagyon halad, úgyhogy egyszerre teszek föl két kérdést, és ossza ön be az időt. Az egyik, hol tartunk a kötelezettség szegési eljárásokkal, ez az egyik, és ennek az automatikus folytatása, hogy vajon ezek éppen most a választások előtt indulnak el, hogy 2018-ig befolyásolják-e a választásokat? Több tucatnyi már mint az Európai Unióval kapcsolatban. Több tucatnyi azoknak a vitáknak a száma, ami napirenden van, mint kötelezettség szegési eljárás. Ez nem ebből a legkiemelkedőbb? Nézd, mozzátuk le a különböző energetikai ügyeknek egy fejezetét, de az EU-s források felhasználásából fakadóan, a jogharmonizációs kérdésekből fakadóan vannak ilyen viták.
a politika ér azokkal az eszközökkel, ami rendelkezésre rá, többek között a kötelezettségszegési eljárásokkal is, ezt be kell tudni árazni, tehát ezért nem szabad megsértődni. Ez ha jól tudom, most a franciák ellen is egy tucat ilyet fognak indítani. Sőt, Magyarország a 13. vagy 12. egyébként, tehát hogy nem mi vagyunk. Tehát akkor mégse kell, hogy üldözési mániák. Pont ezt akarom mondani, hogy ebből azt levonni, hogy ez a business as usual kategória. Kampány, ez egyetlen. Ez benne van, tehát minden politikai, mondjuk úgy szekértábor felméri azt, hogy milyen eszközei vannak a politikai érveinek az alátámasztására, vagy nyomatékosítására az Európai Bizottság kezében. Tehát ezzel ez azt akarja eszköz. Mondani miniszter helyettes úr, hogy ezek az eljárások ellenünk, ezek nem befolyásolni akarják. Nem, ezért én azt mondom, hogy befolyásolni akarják, de ezen nem szabad meglepődni. De ez a játék része. Hogy hogyan szeretnék befolyásolni? Sehogy végig kell vinni a vitákat. Tehát azt nehezményezheti mondjuk a magyar kormány, és nehezményezi is, hogy különböző ilyen típusú eljárásokban Magyarországot nem illeti meg ugyanaz a jobb, mint más uniós tagállamokat, ami például egy szakmai válasz kidolgozásának a határidejére vonatkozik, mert a törvényi minimumot adja az Európai Bizottság Magyarországnak számtalan eljárás esetében, míg az Európai Bizottság más tagállamok esetében máshogy méri ezeket a határidőket, de ezeket be kell tudni árazni. De ez nem lehet, hogy ez bevonzotta egyébként a magyar kormány. Ezért mondom azt, hogy... Többször beszéltek erről, hogy ez két irányú utca, hogy nem szupermarket vagyunk, ahol válogathatunk, tehát hogy lehet, hogy ez ennek a következménye? Ez a vitáknak a következménye, de azt gondolom, hogy bírjuk. Lezajlottak a Minket azzal nem lehet vádolni, hogy a magyar nemzeti érdekében ne vállaltunk volna fel vitákat, és ez nem fog változni a következő időszakban is. Mi nem lepődünk meg ezen, hogy ezért ütnek bennünket. Akkor most egy kis külpolitika. Lezajlottak Ausztriába a választások. Érdekes koalíció jött létre. Úgy tűnik, hogy ők ugyan nem fognak a V4-hez csatlakozni, de nagyon sok mindenben támogatni fogják a V4-et. Van erről véleménye? Hát egy olyan koalíció jött létre, ami ma azt gondolom jobban tükrözi az osztrák embereknek a véleményét többek között a bevándorlásról, mint amilyen politikát folytatott az előző osztrák kormány, ahol láthatóan az emberek véleménye és az általuk megválasztott kormány véleménye homlok egyenest eltérő. Hát az osztrákok az egy nagyon érdekes nemzet. Ők annak idején azt is elhitették magukkal, hogy Liszt az osztrák volt, Hitler meg német volt. Úgyhogy ők a szárnyas kapunak hívják a kerítést, úgyhogy ne folyjunk ebbe bele. Viszont nagyon érdekes, hogy vajon milyen lesz a kapcsolatuk Németországgal, ahol úgy szintén voltak már választások, de nincs még Angela Merkelnek kormánya. Nézd, a német választásoknak is azért egy olyan eredménye született, ahol az a típusú, mondjuk úgy bevándorlás támogató álláspont mondjuk jelentősen mérséklődött, de várjuk meg, hogy mi lesz a felálló kormánynak az álláspontja. Szerintem a közvélemény alakulása, és aminek lenyomotta a választási eredmény, az mind abban az irányba visz, hogy ahol mi még egyedül voltunk 2015-ben, egyre többen vagyunk egy állásponton. És akkor itt érdemes megemlíteni a francia elnököt, aki részben idáig támogatta Merkel asszony, de most új rendeleteket hozott. Az ideglenes intézkedések állandóssá váltak. Ez a francia és a német politika az kétségtelenül meghatározója lesz és kell, hogy legyen az Európa jövőjéről szóló diskurzusnak. Azt azonban nem fogadhatja el Közép-Kelet-Európa, hogy az országoknak a méretéből fakadóan másodlagos uniós tagnak tekintsenek bennünket. Ezért fontos a visegrádi négyek összefogása, és nem véletlen az, hogy Macron elnök ezzel a csoporttal egységesen tárgya. Tehát mi önállóan kevesek vagyunk, együtt azonban valóban olyan súlyt tudunk képviselni, ami igenis ellensúlya lehet akár a német, akár pedig a francia uniós törekvéseknek. Külföldi kitekintésünk utolsó kérdése mára a cseh választások eredménye. Vajon a cseh választások eredménye erősíteni fogja a V4-eket, és a csehek az eurózónába fognak elépni, vagy sem ön szerint? Hát az eurózóna kapcsán ott a kérdés az nem az, hogy afelé tart szinte mindegyik uniós tagállam, amelyik nem tagja az eurózónának, hanem az a kérdés, hogy mikor. Az a kérdés, hogy mikor. Tehát a kérdés azáltal, hogy 2004-ben egy népszavazás után léptünk be az európai közösségbe, és az integráció irányába haladunk, az adott. A kérdés az, hogy az unión, vagy az eurózónán belül, vagy kívül van nagyobb mozgástere mondjuk a magyar gazdaságnak. És ezért az időzítés kérdése. Tehát ez nem egy... De ennek az időzítésnek Macron szerint elképzelhető, hogy mi akkor a második sebességes Európához fogunk. De a kétsebességes Európa, amennyiben létrejön, és amilyen törekvések ebben a tekintetben Németország és Franciaország részéről megfogalmazódnak, azok nem biztos, hogy növekedés szempontjából valóban oda helyezik a centrumot. Tehát az látszik, hogy ma a közép-kelet-európai régió egy alacsonyabb bázisértékről sokkal dinamikusabb növekedést tud produkálni, mint mondjuk
Hát ez általában így van azért a fejletlenebb országoknak. Igen, csak hogyha a gazdaságnak a termelékenysége ezeken a növekedési számokkal függ össze, akkor azok az országok, amelyek produkálják ezt a növekedést, azt gondolom egészen más súlyt tudnak képviselni egy ilyen európai nőről szóló vitában. Innét folytatjuk legközelebb. Kedves nézőim, az elmúlt bő fél órában Csepregi Nándor, a miniszterelnöki hivatalt vezető miniszter helyettese, politikai államtitkár volt stúdiónk vendége, és most akkor következik a mindentől, még az időjárástól is független híradónk. Tartsanak tovább velünk.